Jó estét kívánok, ez itt a kiemelő. Több fejlesztés is megvalósult a szabadidőközpontban, erdei játszóteret is kialakítottak, és hamarosan nyit Kecskemét legtermészetközelibb vendéglátóhelye, melyet a Kecskeméti Televízió stábja még a hivatalos átadó előtt megnézhetett. A folytatásban arról az együttműködésről számolunk be, amit a Naiman János Egyetem és a Prompt Master között kötött annak érdekében, hogy elősegítsék a mesterséges intelligencia beillesztését a felső oktatásba. Elkezdődött a fakitermelés a milliómodik hektár erdőben, a kivágott fákat tűzifaként hasznosítja a város, vendégünk lesz a témában Szabulajos erdőmérnök, ezzel kezdünk. Jó estét kívánok, köszöntöm a stúdióban Szabó Lajos erdőmérnököt. Tehát elkezdődött a fakitermelés, mekkora területen zajlik ez, és mi az elsődleges célja ennek a beavatkozásnak? Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Igen, végre elkezdődött a fakitermelés és ezt azért mondom, mert fontos céljai vannak ennek a beavatkozásnak. Elsődlegesen ugye az elmúlt a időszakban kiszáradt nagyobb fákat akarjuk eltávolítani, hiszen egy ilyen parkerdőben ezek veszélyhelyzetet vonzanak maguk után. A másik nagyon, megint csak nagyon fontos cél, az erdő állapotát szeretnénk javítani szeretnénk az erdőnek a véderdő funkcióját, illetve a közüléti funkcióját fejleszteni ezzel az erdészeti beavatkozással. Növeljük egyébként az erdőnek a biodiverzitását is, odafigyelünk arra is a beavatkozás során, hogy bizonyos élőhelyek, holtfához kötődő élőhelyeket teremtsünk rovaroknak, az erdei életközösség egyéb részeinek, gombáknak például. Ezt mondjuk hogy kell elképzelni? Ezt úgy kell elképzelni, hogy például olyan száraz facsonkokat meghagyunk az erdőben, amelyek nem jelentenek veszélyt az ott közlekedők részére, viszont az erdei életközösség bizonyos elemeinek, tagjainak, bizonyos rovaroknak, gombáknak ezek abszolút élőhelyet jelentenek. Az ilyen száraz fákban például a harkályok odvakat válnak, abba később a cinkefélék belefészkelhetnek. Mely területeken történik még beavatkozás itt Kecskemét környékén? Hát a másik elég neurologikus pont itt Kecskeméten az Izsáki úti véderdőnek a kérdése, hiszen ez egy idős nyárfaerdő alapból és hát egyre több ö, fa ö, kiszárad ebben az erdőben. Ráadásul egy közvetlen lakóvezet ö, mellett ö, található. Az Izsáki utat és a ö, Énekes utcát választja el tulajdonképpen ez a maga a véderdő. Nyilván nagyon fontos, hiszen a véderdő funkcióját kifejti az erdő a ott élő lakók részére, védi a lakókat a por, a zaj ö, szennyeződéstől természetesen. De olyan hatalmas fák is vannak közvetlenül a lakóövezet mellett, amelyeknek a kivágására, eltávolítására irányul most elsősorban ez a izsáki úti fakitermelés. Amellett, hogy eltávolítják az idősödő esetleg veszélyes fákat, ilyenkor faültetés is történik-e? Igen, igen. A millimodik hektár esetében gyakorlatilag minimális faültetésre van, szükség, hiszen ott renget, tehát nagyon sok fafajból áll az az erdő, és bizony a fiatalabb korosztály is jelen van természetes újulat formájában a területen. Viszont a Vizsáki úti véderdőben ott kifejezetten szükség van faültetésre. és úgy gondolom, hogy februári időszakban, még a téli nyugalmi időszakban szabadgyökerű csemetékkel majd megtörténik ez a faültetés, majd számítunk a lakosságnak is a közreműködésére. Mindenképpen segítünk majd felhívni a figyelmüket, de az érdekelne, hogy évente mennyi fa kerül kivágásra, illetve mennyit ültetnek? Itt a kecskeméti erdőkben eddig nem volt egy ilyen rendszerszerű folyamat, hogy évente x köbméter fát kivágunk, meg x hektár csemetét ültetünk. Minden esetre az elmúlt évben már elmondhatom, hogy több mint két, kettő hektáron történt erdősítés. Most ebben az esztendőben indult be valamennyi fakitermelés szükségszerűen körülbelül egy olyan 6-700 kődméter faanyag kitermelését tervezzük. Most hozott nekünk valamit, amit fekszik az asztalon. Mi ez pontosan? Igen, igen, igen. Hát most bőséges csapadékkal áldott meg a Jóisten minket. Szerencsére a Véderdőkben és a Kecskemét környéki erdőkben is előjöttek a különféle gombák. Ez egy gyűrűs tuskó gomba ami egyébként egy fa tuskók környékén fejlődött, hiszen az elhalt faanyagot bontja ennek a gombának a gombafonal szövedéke. Ez maga a termőtest, ez termeli a spórákat, de egyébként elárulom, hogy igen finom. Én már tegnap este egy jó pörköltet készítettem belőle, bár figyelni kell, hogy legalább 20 percig hőkezelni kell. És milyen állapotban vannak egyébként ezek a kecskeméti erdők? Kecskemét azon kevés városok közé tartozik, aki saját erdőterülettel rendelkezik. Én úgy gondolom, hogy igen-igen szükséges, hogy szakavatott kezekben meginduljanak a fahasználati, illetve az erdőművelési, erdősítési munkálatok, amelyek meg is indultak és nagyon fontosnak tartom azt, különösen a mostani klímaválság helyzetben, hogy igenis fejlesszük ezt a véderdő hálózatot, és ö, tudatosan építsük ki ö, kecskeméten rendszerszerűen egy ö, klímavédelmi védőfásítási ö, hálózatot vagy rendszert. Ez a mostan meglévő erdő ami van a kecskemétnek, ez egy jó alapot jelent, de tovább kell lépni, még több erdőt kell ültetni, és úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ez egy összefogás eredményeként induljon el maga ez az egész folyamat. Vonjuk be a lakosságot is ebbe a folyamatba, vállalkozásokat, hiszen hatalmas telephelyek vannak itt Kecskemét térségében, a fejlődőipar következtében, és hát természetesen az önkormányzatot, civil szervezeteket, ez egy fontos gondolat. Nem csak sopánkodni kell, hogy klímaváltozás van, hanem tenni kell azért, hogy a káros negatív hatásait ennek a változásnak csökkentsük, illetve a saját életterünket, gyermekeink életterét, egészséges életterét megőrizzük. Hogyan tud a lakosság ebben segíteni? Hát, például úgy tud a lakosság segíteni, hogyha megfelelő. Kapcsolatot e, alakít ki a e, véderdővel. Az elmúlt időszakban történt olyan lakossági tájékoztatás, ahol kifejezetten, többek között e, erről is beszéltünk, hogy mit is tehet a lakosság a véderdőkért. E, például e, akár egy fásítási akcióban e, tevőlegesen is részt vehetnek, vagy például a zöld hulladékot e, ki lehet ugyan vinni az de mindegy. Az erdőben, de nem mindegy, hogy hogyan visszük ki. Nagyon fontos, hogy a szakszerűen el legyen terítve, sőt, hogyha esetleg erdősítés mellett történik a dolog, a csemeték köré lehet mulcsként leteríteni, de az fontos, hogy ez egy irányított formában történjék, és szakszerűen, nem csak adhok alapon. Milyen munkálatok várhatóak még? tervezzük a csalánosi erdőben, valamint a katonatelepi véderdőben is fakitermelés megvalósítását. Ugye ezekben az erdőben egy évvel ezelőtt olyan makvetések is történtek, amelyekből biztatóan alakult már ki újulat, tehát egy kis fa hálózat és fontos, hogy ezek fényt kapjanak, ezért az idős ö, nyárfákat, fölülük mindenféleképpen ö, ki kell termelni, ki kell vágni. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött és elmondta ezt nekünk, most már mi is kicsit okosabbak vagyunk, hogy mit is láthatunk az erdeinkben. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a lehetőséget! Bengó Zoltán Szabadidő Központ munkatársai folyamatosan a park szépítésén, fejlesztésén dolgoznak. A törekvésben társakat is találtak. Hamarosan nyit Kecskemét legtermészet vendéglátóhelye különleges panorámával. A Benkó Zoltán szabadidőközpontban folyamatosan azon dolgoznak, hogy fejlessék a meglévő szolgáltatásokat és bővítsék a kínálatot. Ennek a részeként a közelmúltban átadták a Kölyökdomb játszótér projekt keretében az erdei játszóteret. Ez azért is volt lényeges, hogy egy kicsit ugye a bentebb is, akik ugye családosok elsétálnak, utána meg a gyerekek tudjanak hol játszani, szóval egy ilyen erdei játszóteret hoztuk nekik létre. Kicsit szerettük ezt tisztázni, hogy ugye a távolabb található erdei játszótér az nem itt a büfé melletti játszótér helyett lesz, hanem ugye ez egy teljesen új játszótér, és ez az integrált kölyök játszótér pedig új elemekkel felállítva fölállítva lesz majd itt ugye a bejárathoz közeli játszótér, szóval akik nem szeretnének sokat sétálni, ugye nekik ez a játszótér alkalmas lehet. Emellett fontos, hogy a nagyszabású játszótérfejlesztés célja, hogy a Benkó Zoltán szabadidőközpontban létrehozzanak egy olyan teret, ahol a mozgássérült és értelmisérült fiatalok együtt játszhatnak egészséges társaikkal. A projekt révén majd itt egy integrált játszótér fog megvalósulni itt a Hófánk pályánál a büfén mellett. Ez várhatóan decemberre lesz majd kész és hát itt mögöttem azért látható, hogy itt egy kávézó pékség, ugye, ami hamarosan megnyitja majd a kapuit, ahol is szintén ugye itt a vendéglátó egységeknek a számát és a változatosságát szeretük volna itt növelni. A Kecskemét túlzások nélkül egyik legszebb helyén épült vendéglátóhelyet a kecskeméti televíziós stábja még a hivatalos átadó előtt megnézhette. A kaféplás teraszáról nem csak a vízműdombra, hanem a tóra is tökéletes a kilátás. Szerettük volna, hogy ez a Fantasztikus természeti látványt behozni az épületbe, a víz színét, a víz hatását, a víz textúráját, és ez volt az elképzelésünk. És azt gondolom, hogy sikerült ezt megalkotnunk. Az lett a jelszavunk, hogy varázslatos ízek a tópartján. Remélem, hogy nem fog senki csalatkozni bennünk, és olyan ízeket, olyan gasztronómiai, amelyet fog találni, ami magáért fog beszélni. Hát a látványról meg nincs mit mondanom, ezt szét kell nézni, be kell jönni hozzánk. Most már magunkban ezt biztónak hívjuk, hiszen elindultunk egy francia kávéház, cukrászda, pékség koncepcióval, és ahogy kiteljesedett a dolog, napról új termékek jöttek hozzá. Felvettem két fantasztikus cukrászt, úgyhogy lesznek cukrás lett alkohol, az alkohol mellé érdemes lett volna tartalmasabb ételt találni, ez lett a pizza, a klub szendvicsek, hasább burgonya, egyéb olyan dolog, ami egy tartalmasabb, egy krémes, nehéz megenni egy ital mellé, úgyhogy ez volt a koncepció. Nagyon hosszú lesz a nyitvatartásunk, reggel 6-tól leszünk nyitva és 7 óráig. Ezzel akár reggel beleférhet bárkinek egy kapucsinó és egy szendvics, utána cukrászdaként vagy bizniszbárként is felkereshetjük a helyet, délben egy pizzára vagy egy könnyed ételre is betérhetünk, majd este koktélokat kínálnak a vendégeknek, sorolta a lehetőségeket Zsíros László. Az a cél, hogy egy igazi közösségi találkozó helyé váljanak. Életet szeretnénk ide varázsolni, kultúrát, zenét, programokat. Minden hónapnak lesz egy tematikája, Uh, ugye francia típusú süteményeink lesznek, uh, francia típusú uh, péksüteményeink, croissant, baguette, illetve a süteményekben is ezt a kínált, fogjuk kínálni. Ezért uh, az első hónapunk az Franciaországról fog szólni, ami annyit jelent, hogy ételekben, italokban abban a hónapban francia tematikájú ételek és italok lesznek, kávé, fűszerek. Uh, december a családról szól, tehát reményeink szerint Magyarországról fogunk szólni, magyar, magyaros uh, ételek, uh, magyaros uh, fűszerek magyaros gasztronómia, és ezt szeretnénk zenével is, egyéb dologgal is alátámasztani. Február pedig Brazíliáról fog szólni, hiszen az farsang hónapja. A korszerű épületet napelemmel látták el, amihez egy komoly akkumulátor is csatlakozik, így szinte önfenntartó lesz energetikai szempontból. Egy-két héten belül megnyitunk, az engedélyeztetés eljárást elindítottuk, a szakhatósági eljárások folynak, már jó pár engedélyük megvan. Mi azt gondoljuk, hogy november végén, december elején megnyitunk, és várjuk szeretettel a vendégeket. Addig pedig a Kaféplás közösségi oldalain figyelhetjük a pontos dátumot, az viszont biztos, hogy egy olyan helyre térhetünk majd be, ahol bármelyik székről elénk tárul a panoráma. Ma délután együttműködési megállapodást kötött a Najmar János Egyetem és a Prompt Master annak érdekében, hogy elősegítsék a mesterséges intelligencia beillesztését a felső oktatásba. A kiaknázható lehetőségek bemutatására a hivatalos aláírás után egy workshopra várták a hallgatókat az egyetem kampuszán. A Naima János Egyetem és a Promptmaster ma délután egy megállapodásban rögzítették, hogy közös lépéseket tesznek annak érdekében, hogy az egyetemi oktatók és a hallgatók kiaknázhassák a mesterséges intelligencia használatában rejlő lehetőségeket, a Promptmaster alapítóit a ChatGPT-ről és annak szakszerű használatáról kérdeztük. Jelentős mérföldkő most itt nem csak a mi cégünk életében, de a hazai felsőoktatás életében is, ez pedig az, hogy akkor most megérkezik a ChatGPT oktatás az egyetemre is ami egy számunkra kifejezetten fontos küldetés. Nagyon sok diákunk van, 47 országból tanítunk embereket ChatGPT profi használatára, és mindenhonnan ugyanazt a visszajelzést kapjuk. Ma még egy lehetőség, de holnap már egy olyan kulcs kompetencia lesz a mesterséges intelligencia használata, hogy amerikai partnereink jelezték vissza állásbörzéken, Fortune 1000, ugye a világ ezer legnagyobb vállalata már úgy megy Konkrétan friss diplomásokat keresni, hogy azt mondják, hogy tanítsátok meg a friss diplomásokat promptolni, különben nem veszük fel őket. De mit is jelent a promptolás? A prompt maga az a parancs vagy utasítás, amivel hatékonyan kommunikálhatunk a mesterséges intelligencia alapú nyelvi modellekkel, hogy irányítsuk azok viselkedését. Ezt a mai workshopon és a februárban induló képzésen is megismerhetik a hallgatók a legnagyobb hiba, amit az emberek elkövetnek, az az, hogy a chatgpt t úgy használják, mint a Google-t, és pusztán információt próbálnak tőle kérni. És munkára úgy lehet az egészet használni, hogy miután elkérjük tőle az információt, odaadjuk neki a feladatot, hogy ebből az információból alakítsd át egy, mondjuk egy e mail és akkor azt küld, küldjük el, akkor azt én onnantól át tudom másolni az e-mail fiókomba, és el tudom küldeni. Tudok vele cikkeket írni, amiket aztán lehet kirakni például egy blogra, vagy közösségi médiára, tehát nagyon sok szöveggyártási és szövegfeldolgozási folyamatban tud segíteni, és ez pedig attól függ, hogy milyen jól tudjuk parancsolni a modellt arra, hogy megcsinál fel az, az, amit mi kérünk tőle. Hallgatók nagy része már valószínűleg találkozott és használja a chatgpt t viszont ahhoz, hogy elérhetővé váljon az a, az a, minőségjavulás a mindennapi munkába, a tanuláshoz, mint tanársegédként tudják használni a chatgpt t hogy gyorsabban gondolkodjanak, gyorsabban tanuljanak, gyorsabban készüljenek fel dolgozatokra, vizsgákra. Ehhez olyan tudásra van szükség, amit ezen a tantárgy keretein belül fognak tudni megtanulni. Valójában a létrehozott tartalom még kontrollra szorul, hiszen a generált szövegen még érdemes alakítani az általa létrehozott tartalmat semmiképpen sem szabad mindenféle átnézés nélkül publikálni, vagy bárkinek elküldeni, hanem igazából az az egésznek a lényeg, hogy felgyorsítja a folyamatot, és nem abból áll most már a szövegalkotás, hogy megírjuk a szöveget és átnézzük több óra alatt, hanem gyorsan megírjuk az első vázlatot, és utána mi az emberi tudásunkat és a szakértelmünket használva kiavítjuk egy olyan formába, ami már viszont tényleg használható, és sokkal gyorsabban meg tudjuk ezt az egész folyamatot csinálni a ChatGPT-vel tehát gyorsabban tudunk gondolkodni, de nekünk kell gondolkodni. A ChatGPT képességeinek elsajátítása egy új korszakot nyithat meg a hallgatók előtt is, a nyelvi AI rendszerek alkalmazását pedig nem csak az oktatásban, hanem a kutatás fejlesztési projektek kapcsán is lehet alkalmazni. A híróra végén a nap legfontosabb híreit láthatják egy percben, következzen az esti gyors. Október 25-én jelentette be Csák János kulturális és innovációs miniszter a Csok Plusz bevezetését, az új otthon teremtési támogatás lehetőséget biztosít az első közös új otthon megvételére, nagyobb otthonba költözésre és lakásbővítésre. A piacon már érzékelhető a mozgolódás. Már december első-második hetére elkészülnek a kivitelezők a határút építésével. A Balószöget és Helvéciát összekötő út létrejöttét Kecskemét városa 150 millió forint előfinanszírozási támogatással segítette. Új korszak kezdődik tavasztól a Naimai János Egyetem oktatásában elindítják az ország első akreditált CGPT képzését. A mesterséges intelligencia alapú nyelvi modellről a hallgatók mellett az oktatók és a dolgozók is tanulhatnak. Elkezdődött a fakitermelés a milliómodik hektár erdőben, mintegy 140 köbméter faanyagot vágnak ki, ezt szociális tűzifaként hasznosítja a város. Idén a Városháza és a Kossuth szobor előtt alakítják ki a Kocsolya most igazi jégből, amely a téli fényünnep és Csodaország egyik újdonsága lesz. Kocsolyázni december 1-e és 31-e között ingyen lehet majd. Kedves nézőink, hírórával legközelebb holnap este várjuk Önöket 7 órától, a híradóban a legfontosabb hírekkel, azt követően pedig a kiemelőben számos háttérinformációval, érdekességgel szolgálunk minden hétköznap. Tartsanak velünk holnap is, köszönjük mai megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!